A Mandiner országjáró roadshowja során Schmidt Mária történész az Európában jelenleg zajló legégetőbb problémákról is beszélt. Stábunknak elmondta, az EU-ban választások vannak mindenhol, ez a választópolgárok számára pedig mindig egy nagy ünnep, hiszen módjukban van megválasztani azt az irányt, amely szerintük a legjobb a közösség és maguk számára is. Most egy olyan időszakra esik ez a választás, amikor fontos kérdéseket kell eldönteni a politikának és mindannyiunknak, részben mert háború van Európa földjén, az orosz-ukrán háború, amely láthatólag nem úgy alakult, ahogy az unió többségének a véleménye szerint, vagy elvárása szerint ennek alakulnia kellett volna. Az Európai Uniónak az volt az elképzelése, hogy ez egy gyors ukrán győzelemmel fog végződni, ma már látjuk, hogy ez nem így van. Tehát olyan reál politikusokat kellene választanunk az unió élére, akik az új helyzetet egy új stratégiával tudják majd kezelni. Gazdaságilag nem áll jól az Európai Unió, mert a fejlődés gazdaságilag is megtorpant, hangsúlyozta Schmidt Mária. Véleménye szerint újra kell gondolni azt a zöld ideológiát, amelynek nagy szerepe van abban, hogy a versenyképesség az EU-nak nem áll éppen jól. Ennek oka többek között a fosszilis energiáknak a hiánya, ami szintén az orosz kérdésre vezethető vissza, és az is, hogy egy olyan fejlődést forszíroztak, és olyan nagy ütemben próbálják ezt rákényszeríteni Európára, aminek nincsenek meg a feltételei, és amelyek visszavetik az Európai Uniónak a növekedését. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Itt van a migrációs kérdés, ami megosztja Európát, teljesen más a mi térségünknek a viszonya és a válasza ehhez, mint amilyen a nyugat-európaiaknak a válasza. Ez a kérdés is velünk van 2015 óta, tehát 10 éve tulajdonképpen megosztja, egymás ellen fordítja Európának a két felét. Ez is megosztja Európát. Magyarország az eltérő történelmi fejlődésből más történelmi következtetéseket von le. A legfontosabb pedig a szabadság kérdése, tette hozzá a történész. Nekünk a legnagyobb vágyunk az volt 90 után, hogy a szabadságjogoknak a teljességét élvezhessük, ez a szólás, a vallás, a gondolatszabadság, a gyülekezési szabadság, a választási szabadság, és így tovább, és úgy érezzük, hogy Nyugat-Európában ezeknek a szabadságjogoknak most a szűkítése, a folyamatos szűkítése folyik, és mi arra is büszkék voltunk és vagyunk, hogy a saját hagyományainknak megfelelően akarjuk berendezni a saját döntésünk alapján az életünket, és ezzel szemben ez a szabadság hiányos nyugat a számunkra előír olyan ideológiát, amit nem akarunk követni, ez a transz kérdésbe, az LMBTQ, a gender ügyek, és így tovább kérdésében kulminált. A Mandiner országjáró roadshow 8 állomásos eseményének 7. megállója Pécs volt. A közönség előtt Schmidt Mária és Kohán Mátyás élő podcast felvétele zajlott. A beszélgetés során aktuális kérdéseket és témákat is érintettek Kacsó Dániel műsorvezetésével. Az eseménynek a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja adott otthont.